Jó estét kívánok, ez a Címlap, Kis Kornélia vagyok. Lendva Ildikó megtalálta az MSZP csúfos vereségének az okát. A baloldal egykori nagyasszonya szerint pártársainak nem sikerült továbbvinnie a téli ellenállás dinamikáját, ezért most vissza kell hozni a rendszer teljes tagadásának, a politikusi kockázatvállalásnak az élményét. A stúdióban pedig már itt van Jobbágyi Zsófia, Magyar Hírlap lapszerkesztője, Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, és Fodor Horváth Zsófia, 888.hu szerkesztője. Szervusztok, jó estét! Jó estét, jó estét, sziasztok! Mit szóltok hozzá, Bangónét lefokozták. Most én arra kérlek titeket, hogy tegyük félre Bangúrinak a patkányozását, és hogy tegyük félre talán még a politikát is. De mennyire lovagias gesztus az az MSZP részéről, hogy egy nőn verik el a port, meg a balhét. Úgy, hogy közben pedig marad az MSZP elnöke, Tóth Bertalan. A kérdés jogos, de hát azért azt mindenképpen le kell szögezni, hogy valóban annak, hogy ideig jutott az MSZP, Bangónénak, Kunhalmi Áginak és ezeknek a reflektor, egy ideig reflektorfénybe levő szocialista politikusoknak azért elég komoly szerepe volt. Ez a patkányozás nagyon súlyos volt, tehát szerintem teljesen jogos volt az, hogy őt most lefokozták, és szerintem is nagyon tiltakozott ellene. De egyébként a szocialistáknál ez szokás, hogy egy ilyen vesztes választás után mindig keresnek valakit, akin ezt jól megbosszulják, és ez általában a kommunikációs igazgató, én most megfigyeltem, hogy a kommunikációs igazgatót mindig kirúgják minden vesztés után, úgyhogy érdekes, hát nyilván keresik az okát annak, ahol most vannak. Ez a kicsivel több mint 6%-os eredmény, ez nagyon súlyos, valahogy kompenzálni kell, hát most ennyi sikerült. Azért erre lehetett számítani, tehát Bangóné a patkányozás után teljesen eltűnt, mint szamár a ködben. Nem volt ott a rendkívüli parlamenti ülésen sem, amit az ellenzék hívott össze, tehát hogy szerintem ez nem meglepő egyébként, és valóban jelentős szerepe volt abban, hogy valószínűleg az MSZP szavazók inkább átmentek a DK-hoz, mert azt mondták, hogy azért ez már nekik is túlzás, nem tudom, volt egy ilyen felmérés, hogy legalább a háromnegyede az ellenzéki választóknak is elítéli azt, hogy a másik felet, a másik pártnak a szavazótáborát dehumanizálják gyakorlatilag. Én se gondolom egyébként, hogy bűnbakot csináltak volna belőle, tehát ez az egész szerintem is várható volt, sőt, szerintem már akkor, amikor ez az egész patkányozás történt, és én nem tudok ettől eltekinteni, ez megtörtént, és szerintem ez nagyon súlyos hiba volt egyébként, akkor már le kellett volna neki mondani. Úgyhogy az, hogy ez megtörtént, én azt tudom erre mondani, hogy nagyon helyes. De nem az lett volna az MSZP részéről egy felelős lépés, hogyha ott, akkor lemondatják Bangónéból. Dehogy nem, de hát nem most így is. Utólag, amikor keresni kellett valakit, akire rá lehet húzni a vizes lepedőt, hogy miért sikerült ennyire rosszul a szocialistáknak az EP-választás. Neki magának kellett volna éreznie, hogy itt most vége van, hogy le kellett volna mondania neki, ahogy Zsófi mondja. És mit szóltok ahhoz, hogy Újhelyi István fog kimenni? Ugye egyetlen egy mandátumot szerzett az MSZP, most eldőlt, hogy ezt az egy mandátumot nem Szanyi Tibor, hanem Újhelyi István kapja, az az Újhelyi István, aki egyébként ennek a csúfos vereséget szenvedett kampánynak a kampányfőnöke volt. És tegyük hozzá azt is gyorsan, hogy emlékeztek ti is, Bangóné patkányozása után kiállt mellette. Hát igen, meg hogyha erre még rá lehetett tenni egy lapáttal, amit kevesen hittünk el, hogy lehetséges, akkor Újhelyi bebizonyította, hogy igen, mert ő ugye tovább fűzte ezt az egész patkányozást. Tehát egyébként valóban jogos a kérdésed, mert akkor Újhelyit is le kellett volna a porondról radírozni, és hát nem mindenki ért egyet szerintem az Újhelyi kiküldésével, ugye Szanyi Tibor nagyon ideges lett, és hát kijött belőle ez a csúfos kis levél, ami na hát akkor nagyon igaz. Idézek nektek Szanyi Tibortól, ugye, kiadott egy közlemény. Úgy fogalmaz, úgy viselkedtünk, mint a kanos férfi, aki beleszeret a bárcás cédába, és mindenét odadobja neki. Zsófi már nagyon mosolyog. Igen, mert annyira frappáns. Tényleg, de meg hát olyan nagyon őszinte az egész levél, hogyha az ember elős. És egyébként nem szeretném Szanyi Tibort kirögni. Őszintén szólva, olyan értelemben sajnálom, hogy valóban az MSZP azért egy baloldali mamut pártról beszélünk, ami szépen lassan eljutott oda, hogy gyakorlatilag megelőzi egy Momentum, akik mondjuk olyan 2 vagy 3 éve vannak a porondon. Tehát nyilván Szanyi Tibornak ez fáj, mert ő ezt végignézte, hát ugye ő is
MSZP tag, de hát azt talán jobban fáj Szanyi Tibornak, hogy a brüsszeli élet az azért nagyon fényes brüsszeli EP képviselőnek lenni a szocialista pártban, és hát Szanyi Tibor ezt szerintem ki is maxolta az elmúlt években, úgyhogy valószínűleg neki ez is fáj, mert hát ugye azt is írt ebben a levélben, hogy őt most vagy megválasztják az MSZP elnökének, vagy akkor ő mindent borít. Ugye egyértelmű, hogy a sértődöttség beszél belőle. Szerintem is az egy másik meglepő fordulat volt, hogy Újhelyit küldték ki. Itt emögött, ez csak feltételezés, az is lehet, hogy a Szevi botrány kapcsán a mentelmi jogra neki nagyobb szüksége lesz, mint Szanyi Tibornak. És hát Szanyinak a levelében azért más nagyon erős kijelentések is vannak, tehát az, hogy ideológiai élőhalott az MSZP, meg hogy elveszítették az értelmiségnek a támogatását. Ugye most bejelentett, hogy mozgalmat indít, de először talán a helyesírással kellene foglalkoznia neki is, ugyanis, hogyha valaki elolvas ezt a nyílt nevelet, sikerült leírni azt, hogy földi élet, úgyhogy nagy F-fel és kötőjel I. És én ezt még sehol nem láttam így leírva, szerintem ilyen nem létezik. Én szerintem itt, amit látunk, ez Szanyi Tibornak van egyébként egy viszonylag jó reflexiója, amúgy a stílus pedig maga az ember, azért azt ugye elmondanám. Viszont én nem nagyon jósulok most már olyan nagyon nagy jövőt az MSZP-nek, ahol egyáltalán felmerül az, hogy összeolvadnak a DK-val, az azt jelenti, hogy ott ők semmilyen stabilitás nincs, semmilyen erő nincs, ők már szét vannak hullva, és kapkodnak, és keresnek valami mentővet, hát most már ez sem jött be, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezután. Igen, arról nem is beszélve, hogy így, hogy nem Jávor Benedeket küldték ki tudja, lehet, hogy fel is bomolhat az MSZP párbeszéd koalíció a későbbiekben, meg hát igen, most, hogyha parlamenti választásokat tartanának, akkor ugye, mivel koalícióban indítottak tavaly is listát, 10%-ot kell elérni, tehát most, ha országgyűlési választás lenne, akkor az MSZP be sem kerülne a parlamentbe. Illetve beigazolódott az, vagy hát Szanyi Tibor is konkrétan kimondta, amit eddig is sejtettünk, és sokat írtak is róla a lapok, hogy az MSZP-ben tulajdonképpen semmi más nem történik, csak a helyekért való harc. Tehát ők már nem ideológiák, nem eszmék, nem ilyen nagyobb célok mentén dolgoznak és politizálnak, hanem abszolút az egész csak arról szól, hogy ki mennyi pénzt és hol tud magának szerezni. Itt gondoljunk bele, hogy az első vonal az a Bangóné. Igen. Hát, ez sokat elmond a pártról. Na de hát Lendvai Ildikó az MSZP egykori nagyasszonya, ő megfejtette, hogy hol hibáztak. Mit szóltok ehhez? Tényleg? Abszolút. Azt a vonalat kellett volna vinni a lázadást tovább? Nem. Mit elkezdtek decemberben? Ezeken az utcai megmozdulásokon ott nem arról volt szó, hogy ők abba hagyták, és azért nem folytatódott, hanem konkrétan érdeklődés hiányában maradt el az egész úgy, ahogy van, mert nem csak az, hogy a következő eseményre nem jöttek el tüntetni az emberek, hanem elindult egy tüntetés, és a kezdetétől a végig gyakorlatilag így folyamatosan oszlott el a tömeg, és a végére ott állt Szél Bernadett, Kunhalmi Ágnes és Bangóné erős vagy kis túlzással. De én nem, abszolút nem értek egyet ezzel, amit a Lendvai Ildikó mondott, nem az utcai harcokon múlik, nem botrányt kell csinálni, itt pontosan az hiányzott, hogy valami kézzelfogható normális üzenete legyen ennek a pártnak, legyen mögöttük tudás, valamilyen koncepció, de hát ez abszolút hiányzott. Meg hogy ajánljanak valami alternatívát, mert én azt gondolom, hogy ott ami nagyon-nagyon hiányzott, az egy üres ilyen szelep volt az egész, becsatornázták az embereknek az akkori feszültségeit, a gyűlöletét, az elégedetlenségét, és ezt kivitték az utcára, de nem ajánlottak semmit, és az egész nem volt más, csak hangulatkeltés. Úgyhogy ettől szerintem nem kellett volna sokat várni. Igazából Lendvai Ildikónak a helyzetértékelése szerintem egy szempontból helytálló, azt mondja, hogy átrendeződés van az ellenzéki térfélen. Azt láthatjuk, hogy a DK az új MSZP, és a Momentum pedig az új SZDSZ. Csak itt az a különbség, hogy a DK esetében az az ember, aki az MSZP-t tönkretette, az lett most az ellenzéknek gyakorlatilag ismét a vezetője, a Momentum esetében pedig nincsen meg az a szellemi háttér, és azok az ötletek és támogatás, ami az SZDSZ mögött megvolt. És szerintetek ez az ellenzéki előválasztás ugye a főpolgármester jelöltségre, ez érdeklődés hiányában elmaradhat? Puzsér Robert ugye bejelentette, hogy ő már nem fog részt venni ezen, nem teljesültek a feltételek, sőt most már az LMP is úgy tűnik, hogy kihátrált Puzsér Robert mögül. Várható volt, Puzsér Robert egyébként egy nagyon érdekes színfoltja ennek az egész főpolgármester jelölti hercehurcának. Ő tulajdonképpen nem egy politikus alkat, és egyébként ezt ő magáról el is mondja,
hogy ő nem politizálni szeretne, hogy erkölcsi versenyt akar megnyerni. Az, hogy ez a politikai térben mennyire működik, azt láthatjuk. Tehát biztos, hogy vannak olyan követői Puzsér Róbertnek egy kis mag, akik mondjuk az ő személyét, vagy az ő eddigi munkásságát nagyon szeretik és rászavaznak, de szerintem ez nem lesz akkora mértékű, hogy ő ezzel mondjuk egy előválasztást meg tudott volna nyerni. Ennek ellenére nem ezért lépett vissza, mert belátta volna, hogy ő nem tudna egy ilyen előválasztáson diadalmaskodni, hanem egész egyszerűen azért, amiről eddig is beszéltünk, nem ment bele a szocialistáknak ebbe a helyen való marakodásába. És egyébként szerintem ezt helyesen is tette. Kérdés lesz, hogy egyébként majd a Momentum belemegye. Ugye ők is bejelentették a főpolgármester jelöltjüket. Kerpel Frónius Gábor fog indulni. Hát nem egy könnyen megjegyezhető név, azt nem, hogy mondjam. Én is izgultam, hogy ki tudjam mondani. Én egyébként néztem, hogy ő kicsoda, micsoda, mert azt láttam, hogy egy ilyen zöldmezős beruházást dobott be most a Momentum, és egy családos apukáról van szó, és azt gondolom, hogy a Momentum belátta, hogy ez az üres lőzungok puffogtatása, meg a fiatalos lázadás, ez azért nem működik, és most szerintem ez csak egy trükk, hogy őt bedobták, mert hogy legyen végre egy felnőtt is közöttük. A nevét biztos, hogy nehéz lesz megjegyezni, és egyébként nem nagyon ismert. Igen, de hát ez az egész előválasztás mizéria szerintem már akkor elbukott, amikor elkezdték, mert megint a kocsit kötötték a ló elé, nem az EP választással foglalkoztak elsősorban, hanem rámentek egyből az önkormányzatira, de hát akkor még nem tudták, hogy mik lesznek az erőviszonyok. És most vérszemet kapott a DK, a Momentum is, mint hogy szerintem a DK-nak is lesz még itt főpolgármester jelöltje, főleg, hogy most Karácsony Gergely mögött állnak. Hát igen, főleg az, hogy akkor lehet győzni az MSZP-t, mert itt most már egy majdnem rommá vert pártról van szó. Lesz itt még szerintem egy pár név bejelentve, a Jobbik a héten dönt arról, hogy kiszállnak-e Puzsér mögül, tehát lehet, hogy Puzsér mint független jelölt fog indulni a végén, meglátjuk. De ugye érdekes, a Momentumnál a múlt héten fölröppent Szél Bernadett neve is. És ugye azok után, hogy az EP listát vezette Cseh Katalin, és ott két nő is kikerül az EP-be, lehet, hogy jó ötlet lett volna a részükről, hogyha főpolgármester jelöltként is egy nőt indítanak, de lehet, hogy ez már Fekete Győr Andrásnak sok volt, nem merte volna bevállalni, hogy még a végén nő uralom lesz? Szerintem ezt a nőkártyát már eléggé kijátszották az ellenzéki oldalon ahhoz, hogy még a főpolgármesteri választáson is ez bejöhessen. Itt nyilván arról van szó, hogy igen, felmérte az ellenzék a saját erőviszonyait ezen az LP választáson, hogy Eszter is mondta, és most a Momentum meg a DK az MSZP-nek a hulláján ugrándozik, és most azon örömködnek, hogy ők mennyire vagányak, mert egy csomó szavazatot elhoztak, de szerintem ezek a szavazatok nem nekik szólnak, nem a pártoknak szólnak, tehát ez ugyanúgy átvándorolhat az önkormányzati választáson a szocialistáknak a javára. Egyébként nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy ez a Momentumos főpolgármester jelölt, ez a 90-es években még SZDSZ-es aláírások. Most ezen meglepődtünk. Őszintén mondom, a Momentum az új SZDSZ, és ebből világosan látszik. Hát az Eszter megmondta akkor, így is van. Én amúgy azt gondolom, hogy fölmerül folyamatosan a bizalomnak a kérdése. Tehát, hogy itt az ellenzéki oldalon amúgy is megszokhattuk, és most a főpolgármester választásokkor is, hogy túl sok a hiszti. Egész egyszerűen, ahol ennyire sok a hiszti, ott szerintem én egy olyan csoportban nem bíznék meg. És itt igazából egyelőre semmit nem látok, csak a hisztit, ezt a szoppanoperaszerű kavaródást mindenhol. És mennyire lehet bízni például szerintetek Cseh Katalinban? A Citizen Go például egy petíciót indított, ez egy életvédő mozgalom ellene, és azt kérik, hogy Cseh Katalin az EP mandátumát adja vissza. Ugyanis, ez a, ugye Cseh Katalin végzettsége szerint egyébként szülésznőgyógyász végzettségű, de kegyetlenül és vállalhatatlanul viselkedett, amikor a születendő emberek erőszakos halálán való gúnyolódáshoz csatlakozott. Hogy értékelitek ezt? Hát ez nagyon súlyos szerintem ez a történet. Egyébként én nem ragadnám csak itt, ugye erről a botmixeres hasonlatról van szó, azt kapta fel a sajtó, akinek van gyomra és idegrendszer, annak érdemes végighallgatni a teljes 48 percet. Cseh Katalin ugye arról beszél, hogy ő ellene most karaktergyilkosság folyik, hát ha létezik olyan, hogy ön karaktergyilkosság, akkor nem a közvélemény miatt került ő ilyen helyzetbe, hanem azok miatt, amit mondott. Nagyon súlyos egyébként.
Úgy tudom, hogy ő nem végzett, mint szülésznőgyógyász, őt azért hívták meg a Klubrádióban annak idején, mert frissen diplomázott, és egy kutatást végzett az abortuszok számának az alakulásáról. De ez a tanulmányaihoz kellett tennem valami szakfolyóiratba, vagy ilyesmi. És amellett, hogy nagyon súlyosan tájékozatlan ebben a témában, amit szerintem nem engedhetne meg magának, nem hogy egy diplomás orvos, de egyébként egy nő úgy önmagában. Emellett tényleg olyan kijelentéseket tesz, ami sértő azokra az emberekre nézve is, akiknek át kellett mondjuk élnie egy ilyen élményt. Tehát ő az abortusz tablettáról, a művi abortuszról úgy beszél, minthogyha ez egy így elintézhető dolog lenne, mintha fájna a fejem, bevennék egy abortuszt, és akkor így tök rendben van az egész. És ilyen szavakkal is, hogy az abortusz tablett az tök rendben van, az egy nagyon jó opció annak, aki nem akarja, hogy nyúlkáljanak benne. Hogyha egy nő így tud beszélni a saját testéről, egy megfogant életről, akkor abban nem, hogy nőként, politikusként nem lehet megbízni, sem orvosként nem lehet, sem emberként. Hát meg ugye a Momentum ez nagy lufi, tehát kívülről megvan a brand, belülről semmi. Nem tudjuk, hogy miről, hogyan gondolkodnak, viszont hogyha az egyik vezető politikusok így beszél az abortuszról, akkor lehet következtetni arra, hogy abortuszpártiak, és pont akkor, amikor Európában demográfiai, népesedési probléma van, így vélekedni az abortuszról, mintha az egy problémának a megoldása lenne, az sokat elmond. Én azt gondolom, hogy Cseh Katalinnal kapcsolatban már korábban is felmerült egyébként a bizalomnak a problémája, tehát hogy ő egyébként az, hogy ő orvos, ezt a DLT neve előtt abszolút csak kampányelemnek használja, és itt igazából nem a karaktergyilkosságról kell beszélni. Nevetett vagy nem nevetett ezen az ízléstelen botmixeres megjegyzésen? Nevetett egyértelmű. Ez szerintem innentől kezdve egy kinyilatkoztatás, és ezt szerint is kell kezelni. Na és a fehér sapkás mozgalom kiáll Dobrev Klára mellett. Ezt nem tudom, hallottátok-e. De az a lényeg, hogy Dobrev Klára kikéri magának, hogy őt Gyurcsány Ferenc nének szólítsák. Nagyon irigylem Dobrev Klárát, bár csak mellettem is egyszer kiáll a fehér sapkás mozgalom, de ez csak tréfa. Azt hittem, hogy azért irigyled, hogy Gyurcsány Ferenc a férje. Nem. Hát hogyan máshogy szólítanánk őt? Tehát ő Gyurcsány Ferenc felesége, hogyha ő egyébként az elmúlt időszakban tett volna le bármilyen olyan produktumot az asztalra, ami miatt megjegyezhettük volna, hogy ő Dobrev Klára, akkor még azt mondom, hogy talán van némi jogosság ebben a feláborodásban, de hát semmi másról nem tudjuk őt megismerni, semmi máshoz nem tudjuk kötni, csak Gyurcsány Ferenchez egy-kettő. Ezen mi szégyelni valóan? Sértés az, hogy Gyurcsányné? Nem, hát itt... Egyébként ő nem azért került a DK listájának szélére, mert ő valamit letett volna az asztalra a politikai szempontból, hanem azért, mert Gyurcsány Ferenc felesége. És nagyon világossá kell tenni, hogy itt arról a nőről van szó, aki egy kommunista családból származik, akik hatalomra segítették Gyurcsány Ferencet, aki pedig az országot tönkretette. És ezt mindenki számára így kell egyértelművé tenni. Egyébként meg, hogy azon siránkoznak itt most az ellenzéki képviselőnök, hogy rájuk mit mondanak a parlamentben, 19. század óta a parlamentben egymással ilyen szócsatákba keverednek a képviselők, hogyha ők politizálni kezdtek, akár nők, akár nem, akkor számítaniuk kell arra, hogy rájuk politikai ellenfélként tekintenek, és hogyha egyenlőséget szeretnének, akkor ez beletartozik. Én szerintem az EP választások kampányában egyébként Dobrev Klára igenis bemutatkozott, és pontosan úgy viselkedett, mint ahogy Gyurcsány, tehát annyira Magyarország ellen kampányolt, ahogy egyébként egy Gyurcsánytól azt megszokhattuk. Én ezt mondtam már többször is, de Gyurcsány Ferencné, Dobrev Klára tényleg nem más, mint Gyurcsány Ferenc szoknyában. És szerintem az, hogy követeli magának ezt, hogy már pedig ő Dobrev Klára, ez csak azt jelenti, hogy ő ezzel pontosan tisztában van, és szégyelli azt, hogy úgy hívják, ahogy, és az a férje. Ezt akartam kérdezni, hogy szégyelli? Hát persze, Ferenc? Hát azért hisztériáznak ez ellen annyira, mert Gyurcsány Ferenc neve nem cseng jól, az egy rossz ómen, rengeteg csak negatív dolgot tud hozzá kötni, párthovatartozástól függetlenül mindenki, én sem örülnék neki, hogyha engem ezzel akarnának azonosítani. Úgyhogy közben meg érvényesülni próbálok a közéletben. Lányok, így az adás végén hoztam nektek egy kis meglepetést. Igaz, hogy fehér színben szerettem volna sapkát hozni nektek, de azt mondták az üzletben, hogy a fehér sapka már kiment a divatból. Na, teljesült a kívánságom. Úgyhogy fogadjátok el,
ezeket a narancssárga sapkákat. Egyébként a narancssárga az életszíne, és állítólag az idei nyáron ez a szín lesz a divat. Úgyhogy hordjátok egészségen, itt a nyár, itt a jó idő. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy itt voltatok. Nézőinknek pedig a megtisztelő figyelmet köszönöm már, ez volt a címlap, és ha tehetik, akkor vásároljanak önök is narancssárga sapkát. Viszontlátásra!